Sziasztok! A világ ezernyi színben pompázik, de honnan tudod, hogy a te lakásodba vagy szobádba melyik a legmegfelelőbb? Ha követed színek a lakberendezésben sorozatomat, akkor előbb-utóbb kideríthetett. Szó volt már a pirosról, a sárgáról, a zöldről és a kékről is. A mai részben pedig a lila mély bugyraiban merülünk el. Ízlegessük egy kicsit ezt a színt. Padlizsán lila, püspök lila, orgona lila, levendula, milka lila. Nagyon sok árnyalata létezik. Ha lilát viselsz, vagy lilával dekorálod az otthonodat, akkor fokozhatod a koncentrációs készségedet, és legyőzheted könnyebben a feszültséget. Önbizalom növelő hatása is van ennek a színnek. Persze ezen kívül még tenned kell azért, hogy az önbizalmad erősebb legyen, de lila környezetben ez könnyebben fog menni. Hogyha nem szeretnéd lilával dekorálni a környezetedet, de szeretnéd, hogy erősebb legyen az önbizalmad, akkor is van egy tippem, ezt nemrég hallottam, ezt is szeretném megosztani veletek, mert szerintem nagyon jól működik. Írj egy listát azokról a tulajdonságairól, amiket nagyon szeretsz magadban. Ezután egészíts ki azokkal a tulajdonságokkal, amilyennél szeretnél válni. És ezt a listát reggel és este is olvasd el nap mint nap, és egy idő után egyé fogsz vele válni. Nekem legalábbis bejött ez a tipp. A lila a titokzatosságot sugal, a sárga ellenpólusaként, ami pedig a tudatosság jele. Hogyha lilával dekorálod az otthonodat, akkor nagyon jó, ha egy neutrális bézs alapszínt választasz, mert ez egy erős, extravagáns szín. A lila nem egy szolíd szín, csak a bevállalósak választják ezt, ellentétben a neutrális homok, bézs és barna színekkel. Ezekhez nagyon jól passzol, de ezeken kívül még kombinálhatod a fehérrel, a szürgével vagy a sárgával is. Nyomj egy lájkot erre a videóra, ha te is szereted ezt a színt, és írd meg a kommentekhez, hogy melyik a te kedvenc árnyalatod. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen árnyalatokat írtok, mert még nagyon sok létezik belőle azokon kívül, amiket felsoroltam. Iratkozz fel csatornámra is, ha pedig sorozatom korábbi részeire vagy kíváncsi, akkor kattints ide, itt megtaláld az összeset. Legközelebb is találkozunk, sziasztok, szép kreatív napot!